Ádám, ugye te műfordító vagy, költő, nyelvész, szerinted melyik minőséggel be vagy a legjobb? És a tanárt még ki is hagytam. Hát nem tudom, szerintem tanárként vagyok a legjobb. É, de szeretem a többit is. Mindenféle csinálok, ami a nyelvvel kapcsolatos. Tehát valahogy ilyen általános nyelvmunkás vagyok. Itt szoktad ilyen. mondani? Általános nyelvmunkás? Igen, igen. Tehát az írás is benne van, a fordítás is benne van, meg amikor tanítok, nyelvészetet tanítok. Tehát az is ebbe a körbe tart. De miért a tanárt mondtad? Hát nem tudom, ott, ott, ö, ott, azt szerettem a legjobban csinálni, hát most már nyugdíjban vagyok, és most már ritkában tanítok. Meg ott volt talán a legtöbb visszajelzés, ott éreztem azt, hogy ö, hát jól, jól, csinálom. De jó, máskor is volt, hogy jól csináltam. Nem tudom, tehát hogyha azt majd... hogy kell jól csinálni? <há> Hát, meg kell próbálni az embereknek megmutatni, hogy amit ők gondolnak, az mind nagyon úgy van, de egy picit azért nem úgy van. Hm. Tehát egy kicsit csavarni az eszükön, Én nem egészen más mondani, mert akkor visszahőkölnek hanem azt mondani, hogy persze, igen, hát épp mindnyáján tudjuk, hogy, izé de észre vettük, hogy de de észrevettük, hogy de, és akkor azt mondja mindenki, hogy hát ez nem vettem észre. És néha, ha jól csinálom, akkor mire vége van az egésznek, akkor már az ellenkezőjét is mondhatom annak, mint amikor elkezdtem. Viszont távolságtartónak minősítetted magad tanárként. Azt mondtad, hogy nem voltál az a típus. És mégis nagyon népszerű voltál. Hát igen, 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 igen. Hát nem tudom, én az egyetemen az Ötvös Lorándon tanítottam, és úgy éreztem, hogy ennek a régi intézménynek a méltóságához, meg az elődeim a hagyományához illik az, hogy hát azért a professzor az mégiscsak professzor. Ugye ez egy ilyen felvett, tudatos szerep volt kicsit? Lehet ezt így mondani. Én is szerettem, amikor diák voltam, hogy ott a professzor az egy kicsit, minthogyha úgy körülvette volna egy olyan köd vagy valami. Kizelgette ez neked? Igen igen? igen. igen? Igen, 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 Hogy ne, hogy ne. Meg hogy akkor összesugnak a hátam mögött, hogy ott megy a, ott megy a professzor. Ezt élvezted? Igen. igen. <laughs> Nincs ezzel baj, hát Hát vagyunk. az ember élvezze a munkáját, nem? Hát a, igen, ahogy a, a, nem a vendéglős élvezettel nézi, ahogy zabálnak az emberek És hát, hát hogy jól teszi a dolgát. Ha visszanézed az egykori önmagad, mondjuk egy koncertfelvételt, a fekete vonatról beszélek, igen. akkor, azt úgy tudod élvezni, vagy a hibákat veszed és azt mondod, hogy Jaj, itt én még milyen kis ilyen kis izgága voltam, vagy azt mondod, hogy az már teljesen rendben volt? Azért volt rendben, mert százszázalék ösztön volt, százszázalék ösztön volt, és nem, se nem mórikáltuk magunkat, se nem gondoltuk végig, hogy ez mit, mi oda mondtuk, amit éreztünk, amit gondoltuk, bár, bármilyen következmények figyelembevétene nélkül. De honnan tudtátok ti azt, hogy hogy kell ezt helyesen csinálni? Tudomásom szerint nem hát nagyon is nagyon ti. Az angol nyelv az a rengeteget segített. A nyelv az nekünk is közös volt ugyanis anyukám lovári roma származású, roma ajkú, anyanyelvű, így hát én onnan ezt hallottam először, így óvodából. Tudsz is cigányul? Igen, igen, a csókolom néni talán az első magyar volt, vagy bácsi, amiket hallottam, de az nagyon fontos volt. Utána a Kábel TV parabola 93-as megérkezésekor Magyarországon már tudtuk a Michael Jackson, Bobby Brown, már ismertük a nyugati kultúrát, de egyébként angol, én már nem tanultam orosz, hanem pont az első elsős koromban már angol tanulhattunk. Tehát mire ez jött, nyolc évig már egy, 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 elég erős alapfokkal rendelkezünk, és mindig vittük a szövegeket, és, és akkor most jön a válasz, hogy onnan tudtuk, hogy ez jó, mert hogy mi az amerikaiaktól hallottuk, hogy ők hogy, ők hogy csinálják az ottani kisebbség, milyen szlengekkel beszélnek, milyen prób társadalmi problémákat feszegetek, és milyen lazán, ritmusosan teszik ezt ezek a fiúk. Hát mondom, nekünk romáknak is itt van ritmus ritmusérzék, itt van adott a mikrofon, hát nézzük meg, hogy nem csak azt higgyi mint a 90-es évek előtt, hogy jó ebérhez, a jó ebédhez szól a nóta, vagy csak tüskök és vendéglátósok vannak, vagy csak rossz hírű romák, vagy bűnözés, hanem nézzük meg, ezt lehet-e normálisan tálalni. Elsőtől nyolcadik mi elemiben mi végtanultuk a nyelvtant. Tehát, Tehát nem igen. csak a halandzsa, nem csak az életés, meg az akcentust vettük le, nem csak halandzsát, nem csak hülye, felvettük a, a mm -hmm. stílt, hanem mi, mi, tudtuk a nyelv, mi hallottuk igen. a nyelvtant. Meg írott szöveget. Én, az szöveget, az szöveget vittem az órára, hogy tessék igen. mondani ez, hogy ez, hogy ez, hogy, és faltuk a szlengeket, hogy úristen, mennyivel más, hogy mondja, mint Andrea néni nekünk, mennyivel más, hogy mondja a hárlemi feka. Andrea néninek megmertétek mutatni, hogy ti miket olvastuk, vagy énekeltek, vagy hallgattok? Csak a Magyarországon szabadon publikálhatott szövegeket vihettem, úgyhogy csúnya repeket nem. Szó szöveget, nem. Csak Michael Jackson, Bob Brown, csak a cenzúrázott repszöveget vihettem be. Más nem is volt nyomtatva újságokban. Ő nem segített például abban, hogy tessék mondani, mit mond, mit énekel, tessék nekünk leírni, tehát, hogy nem, nem kérdeztétek az angol tanárt. A, hogy... a csúnya, a nagyon utca szlenget nem vittük be, de de a könnyen fogyasztható reppeket bevittük, meg dalokat, és azokat mindig mondta. És mondta, hogy ez egy itteni államba tartozó szleng, ez egy ilyen akcentus, és már mondta nekünk, és mi ezt faltuk, mert imádtuk. Te bármit értesz lováriul, vagy, vagy cigányul? Köszönhető hogy nyelvész, vagy hát tanulmányoztad? Hát nem, 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 Bevallom, ez egy hiányosságom, mert hát egy érdekes nyelv, amit itt beszélnek a környéken, vagy a, 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 a helyen, de hát ez már nem fért bele. Én tudok róla mindenféle, tudom, hogy van hímlem és nőnem, Igen. tudom, hogy kétféle múlt idő van, mint a franciában, mint az olaszban, tehát Igen. a perfektum és imperfektum. Igen. Eh, Tudom, hogy van csés változat, meg SS változat, tehát ugye a, érdekes módon a magyar szlengben a csés változat jön be, a csaj, meg a csávó, miközben a ma beszélt inkább a sej, meg a savó, ja. az SS változat. Tehát te te én te, róla akkor? sok mindent hát, tudom. Igen, a nemzetközi, de ez, ez országunként válogatja. Úgy, úgy van hát ezeket tudom, azt is tudom, hogy ez egy úgynevezett indoeurópai nyelv, ami rokona, tehát a szanszkritnak, ugye Indiából. A származ, szanszkritnak egy... igen, de vitatnám, mert én de Buenos Airesbe, dél amerika bementem a cigány negyedbe, és ugyanazt a nyelvet beszéltük, mint otthon anyukámmal. Bizonyos izékkel. Ez nem ellentéte a dolognak, nem? de hát, hogyha arra gondolok, hogy mondjuk angol murder, ugye murder leírva, az gyilkosság, és murdel, ugye, cigányul, ő meghal. jól mondom? Hogy? Hát ez ugyanaz a szó, például, tehát nagyon... Tényleg, milyen érdekező, nem jutott eszembe, tényleg, ez. így van. Dand, például, fog, fog. ugye, Igen. jól mondom? Igen. És olaszul, dente... A -dent az pontosan, eredeti latinból a dentist. Pontosan. Tehát Jó. ezek rendes ősi örökségek, a pral, a, prál, a, a fidér, testvér. Ugye, Igen. testvér, ami megfelel az orosz bratnak, ami ugyanaz, és tehát ezeket én tanultam rendesen... De hát beszélni nem tudok meg. Jó, ha megmondják, hogy mit mondanak, akkor persze azt mondjuk, ja, igen, itt van az alany, meg itt az állítmány. De azt De én jól, jól, jól gondolom, hogy neked missziód volt az, hogy az előítéleteket Magyarországon, azokat például lebontsd. Például a Falak című albumod, az nekem nagyon úgy tűnik, hogy arról szólt. Tehát, hogy ne a bőrszint nézzétek, ne azt nézzétek, azt nézzétek hogy milyen ember vagyok. Ez nem annyira szépen. tipikus minden roma művész esetén, hogy ez számára ennyire fontos, hogy zászlóvívője legyen ennek? Vagy lehet, hogy csak én gondolom rosszul. Szerintem a tudás vágy hajtott engem, meg a bennem rejlő uh, Martin Luther King, pici etnó, harcos hajtott, hogy többet tudjak meg a saját kultúránkról, a történelmünkről. És ha már itt vagyunk, ugye a romák mindent tudnak március 15-ről, a magyar ünnepről minden, hát legalább egy picit lássanak bele a roma kultúrába, hiszen együtt élünk több száz éve. Ez semmi gond, csak kicsit közelebb akartam hozni. Hogy hé, nem olyan félelmetes ez a hangos, fekete bácsi, uh -huh. és hé, nem olyan. Tehát egy picit én is így rámutatni, hogy hé, hát ezek szórakoztatók, te jó, tök jó humoruk van. Ja, és milyen szépek ezek a lányok, milyen szépek, mit jelentenek a ruhák, mit jelent a tükör felakasztva, mit jelentenek bizonyos tradíciók. De le kell ezeket az előítéleteket küzdeni? Tehát te tapasztalod mai napig Magyarországon? Sajnos igen, de, de teszek ellene. Mert te magad a saját bőrödön például tapasztaltál ilyet valaha Magyarországon persze, persze. sokszor sokszor anyukám barna bőrű uh -huh. nagyon nagyon nekem nincs rasszjegyem nincs azt vettem észre pár nem szólt a kislányom meg a fiamnak nincsenek rasszjegyeink nekünk mert én félvér vagyok de anyukámnak van és észrevettem a családomon sokszor tapasztaltuk hogy nem úgy álltak hozzánk, de sose voltunk azok az, na meré roma vagyok típusú ember, hogy azért nem, hiszen a Hunyadi téren dolgozik már lassan 30 éve, világos tannunk van, ott a szíve lelke a csarnoknak és a, és a, piacnak, és ez nagyon jó táplálkozási folyamat, nekem is anyukámhoz leülni, inni egy kávét, kicsit kajázgatni, dumcsizgatni ott az emberekkel, a, a vevőkkel, mindenkihez van egy-két szavunk, és ez egy feltöltődés, Mitárus ez egy lelki, világot, világosok hmm. vagyunk, világpiacon vagyunk a Hunyadi téri csarnok előtt, standoknál, de már 30 éve. És mindenki ismeri. És hogy a mindig polgármester, polgármesterek, politikai jön, megy, pártok jönnek, mennek, de ő ott van, ugye, és minden polgármester, mindenkivel jóba vagyunk. És ez az egész közösség, szóval nekünk ez egy feltöltődés. Ádám, neked valaha kellett bármilyen becsmérlő vagy negatív tapasztalattal találkoznod, amiatt, mert vállaltad a melegséged? Nem nem? Nem, nem. Ne, erre nem meg kell válaszolnom. E, hát egyszer előfordult, hogy egy sráccal elkezdtem <kül> járni, vagy hát elkezdtem udvarolni neki, és az előző pasia e, úgy gondolta, hogy ők még nem végeztek, és hogy én takarodjak ki a képből. Én ártatlan voltam, mert a fiatalember, hát úgy beszélt arról, hogy neki volt ez a kapcsolata, de múlt időben írta le. Hát egy kicsit becsapott ez az igazság, vagy szerette volna hogyha én kimentem őt abból a már rossz kapcsolatból, és ezért egy kicsit úgy tett, mintha ő már szabad ember volna, és akkor fölhívott az előző pasi, akiről hát tudtam, hogy kicsoda, mert ő emlegette, hogy így meg úgy, fölhívott, és hát elmondott mindennek, és gyalázott, stb. Na de tulajdonképpen ez még mindig nem mell kell válaszolni, mit a volt, hogy az egyik buzi a másikat lebuziszta tulajdonképpen, ami elég komikus volt. De hát igen, tehát itt nem erről volt szó. Szóval a külvilágtól meg kell, hogy mondjam, hogy nem, nem Szerencséd nem. volt szerinted vagy igen, ez? Nagyon, igen, nagyon-nagyon nagy szerencsém volt persze. Hát olyan közegben éltem, ahol ez nem, nem volt gond. Egy egy, 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 polgári, talán egy kicsit progresszívebb társaságban. Nagyon sokan voltak például idegen tanárok, vagy fordítók, vagy újságírók, akik a világra nyitottabbak voltak, akik jobban látták, hogy jó, hát máshogy is van ilyen, jó, nem de olyan azt, nagy dolog. Te azt mérlegelted, amikor a nyilvánosság elé álltál, hogy ennek milyen lesz a következménye? Lesz-e negatív, vagy sem? Igazából nem, 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 nem nagyon, mert ha mérlegeltem volna, akkor lehet, hogy jobban befogom a számot. nem tudom, ha hagytam magamat, fene tudja. Az ember nem mert te se szoktad mindig mérlegelni, nem? Hogy most akkor mit szólnak, ha én kimondom, hogy cigány vagyok, vagy nem? Hát nem. Néha utólag az ember megy hazafelé, és azt mondja, hogy most lehet, hogy ezt nem jól tettem, mert egy kicsit eltúloztam. Nem is annyira félelemből, hanem, hogy muszáj mindenkit traktálni ezzel? Muszáj ezt mindenkinek a torkán lenyomni? Hát végül is mondhatják az emberek, hogy miközben hozzájúval legyen boldog azzal, ami Áskor meg az ember azt mondja, hogy igenis ezt mondogatni kell, mert különben az emberek nem tudják. És az egy jó dolog, hogy azt mondják legközelebb, hogy miért, hát ismerek ki nojat, hát az is az aztán milyen rendes fiú. Hát gondolom, ez veletek ugyanez van. Tehát, hogyha elmondod magadról, akkor többen lesznek. Megkérdezi a gyerek, hogy mama, é. mi az, hogy cigány. Hát az miért? Hát ott van a laci, hát az is milyen ember. Igen, ez jó, ha ezzel például De hogyha úgy haverkodnak, is, nem eredetileg, én is szoktam mondani, hogy mondják, hogy nekem sem olyan romák, hát van so, sok román és ugyanezt nekem is sem olyan fehérek, hát tök normális, alkalmazott olyan fehérek, és ott tök jó. Ugyanúgy visszakozok én is egy picit, ugyanúgy elmondom, hogy hát én, te se érez, hogy kell elmenni, hogy fehérebb vagy, mint én. de ez teljesen rendben van. Van a szolibérlet, meg egy csomó dolog van, amit tudok ezzel segíteni. már ez nem egy stigmány. humorral kezeljük, jól akkor ez jó sülel, és ennyi. Azt hiszem, Mark mondta azt, hogy a legrosszabb dolog amit elmondhatok a feketékről, hogy pont ugyanolyanok, mint a fehérek. <gül> igen, <gül> igen. <gül> igen. Igen, igen. Viszont tudomásom szerintem már akkor ö, jöttél elő Ádám, amikor édesapád már nem élt, Nádasdi Kálmán. Édesapám, igen, színházi rendező volt, meg operai rendező. Háromszoros kossudiás. Ő meghalt, persze, hát Háromszor ő. Háromszoros kossudiás volt, édesapád. Így volt. Háromszor igen, 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 igen. Mert ah. akkor még teljesítményre adták, tehát az 50 es akkor nem egy kor, rá. volt egy korhatár, most ma már korhatár igen, után. Igen, igen, meg nem az ember életére, vagy figurájára adják, uh -huh. mint most, hanem csinált valami nagy durranást, akkor, akkor egy, úgy. igen, és akkor ő rendezett egy filmet, a Feltámadott a tenger, ez volt a címe, a 48-as forradalmat, hát ábrázolta a film, és akkor kapott. Um, Hát én késői gyerek voltam, tehát ő elég idős volt már, és akkor, hát szép korban, 75 évesen meghalt. De hát akkor én még fiatal voltam. Igen. Akkor még nem. 1903-ban született? 4-ben született, igen, és 80-ban halt meg. Tehát a kérdésedre visszatérve, igen, igen, ő nem, nem hát nem élt már akkor. De te akkor már. Férfiakat tartottál kapcsolatot az ő élete során? Tehát elmondhattad volna adott esetben? Akkor ja nem igen, már igen, igen, elmondhattam volna, de nem voltunk ilyen viszonyban. Ja, a nem, viszony volt, ami nem ezt Nem volt ez egy, igen, ez egy nagyon civilizált viszony volt, de nem nem voltunk bizalmas, nem beszélgettünk bizalmas dolgokra. Az egész családban ez nem volt szokás. <kül> Aztán bánod egyébként, hogy, hogy úgy mentél, hogy ezt például nem tudta? Gondolsz arra, hogy mit szólt volna? Nem? nem? nem, nem volt ő kíváncsi szerintem ilyesmire. Hát ezek magánügyek, én se voltam kíváncsi. Soha nem mesélt semmit az életéről, fogalmam sincs, hogy ő, ő, ugye ő 42 éves volt, mikor anyámmal összeházasodtak, soha egy szót nem szólt arról, hogy ő előtte kivel élt, vagy mit csinált, vagy ki nem szaladt a száján ilyesmi, hogy nem tudom mikor Bözsivel Bécsbe voltunk, uh -huh. vagy hát ahogy jó. az ember már úgy szokott, van semmit. Hát jó, hát ha nem, nem. De anyukádól megbeszélted? Ez nem a helyes kifejezés. Nem milyen volt a család. Ez egy ez egy hűvös, távolságtartó uh -huh. család volt. Ha kellett, mindenki segített, de nem betegségről, boldogságról, szerelemről, ilyesmiről soha nem beszéltünk. Az egyik lányomnak az esküvője volt az alkalom, és akkor hát nekem volt Iván nevű élettársam, akkor már sok éve, és a lányom mondta, hogy akkor hogy legyen az ültetés az esküvői hát banketten vagy ebéden, és hát hogy itt én, és az Iván ott, és nem tudom, hogy csinál. mire mondta a lányom, hogy Persze, hát ő, ő, boldogan meghívja az Ivánt. Tehát ez természetes volt. Mondtam, hogy ha az Ivánt nem hívja meg, akkor én se jövök, hát a társam. Hát mire való egy esküvői banket, hanem arra, hogy ki kívnek a azt mondta, hogy jó, de akkor én tisztázom anyámmal, hogy most akkor ki hol üljön, meg mire anyám volt a legidősebb, mint egy hát a matróna, mm. a trónolt az egész nagy család fölött. De és akkor mondtam anyámnak, hogy anyám, mondom, ott lesz ez az Iván, és te ismered őt, és tudod, de tudjál róla, hogy ez nekem a szerelmem, ez az ember. Aki Mert ő ne... azt hitt, hogy a te cimborád, vagy haverod, vagy barátod. Úgy tett, mintha azt hinné. Mm. Értem. se volt hülye. Nem de. volt hülye. De, ezt nem, akartam nem, mondani. Nem, nem volt hülye, de nem kívánt el, erről. erről. Nem kívánta ezt tematizálni, én, ahogy igen. manapság mondják. Én. És azt én megkérdezhetem, hogy például te akkor már nősember voltál, és volt két lányod. Hát, előtte voltam fiatalon nős, igen, és volt két lányom, de aztán hamar elváltam. Hogy akkor te egyszerűen csak úgy odaálltál a két lányod elé, és a feleséged elé, és... Elmondtad? A két lány még nagyon kicsi volt, hát azoknak nem lehetett mit mondani a feleségnek, igen, igen, igen. Ott igen. volt nagy meglepődés? Nem olyan nagyon. Nem, nem olyan, olyan nagyon. nagyon. Megismert ő már ilyet, most az év életét most nem akarom itt fejtegetni, de nem volt ő ebből a szempontból teljesen naív, ő, ő látott már és ő nagyon hát, józanul, és értelmesen fogta ezt föl, hogy hát jó, hát ha nem megy, akkor nem megy. A gyerekek még nagyon kicsik voltak, és akkor aztán cseperettek, én Ivánnal éltem. Az szerelmes amikor... volt beléd a feleséged, amikor ezt elmondtad neki? Mit mondasz? Amikor szerelmes volt még akkor beléd, amikor között. Nem, nem hiszem. Nem akkor nem, a majd a nem, vége felé elkihűlt a hiszem, kapcsolat addigra? Hát igen igen, 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 igen. Már hat éve voltunk együtt, jó, attól még lehetett volna, de hát nem, igen, nem olyan volt már. És a lányok meg azok csak később, akkor már, mikor már gimnazisták voltak. Akkor tudták meg, vagy akkor szembesültek vele igazán érdemes szerint? Hát igen, mert az Iván mondta, hogy ő pszichológus volt, már nem, nem, él már. Ő mondta, hogy mondjuk meg, mert különben mástól fogják hallani, és ez meg kínos. Nem is biztos, hogy rossz indulatból, hanem lehet, hogy hát mivel mi elég nyíltan éltünk, lehet, hogy valaki teljesen véletlen azt fogja mondani, hogy hát ott, ott apád meg a pasia. Mondjuk. Értem, csak akkor ne az legyen, hogy mi van. Úgyhogy hát akkor egy napon lakást cseréltünk akkor, és egy nagyobb lakásba költöztünk, és akkor valahogy ez volt az alkalom, hogy ez lesz az én szobám, ez az, az Iván szobája, de hát miért is, meg hogy, hogy van ez, és akkor Laci, anélkül, hogy belemennénk a tavalyi ö, tragédia részleteibe, arra azért nagyon kíváncsi lennék, és most nem bulvár tematikát szeretnék elővenni, de egy ilyen tragédia esetén szerintem összezár a baráti társaság és a környezet is. Neked volt olyan barátod, vagy akire nagyon számítottál volna, és mondjuk nem úgy jelentkezett, eltűnt mellőled, nem támogatott, és úgy utólagosan arra gondoltál, hogy azért azt gondoltam, hogy a bajba segít, hogyha az örömbe ott volt velem. Bocsánatot kérek, nem tudom, hogy miről beszéltek, segítsetek. Mi az a tragédia, amiről... Tavaly előtted a fiamat, öt éves kisfiamat, egy autós meghalt. Ó, Istenem. Igen, ja, sajnos, ez egy tragédia volt, és akkor, Ó, és akkor volt ebből, egy, ö, sok címlap volt erről tavaly, és eléggé nehéz idő volt, és most meg öt nappal ezelőtt született a kislányom. A, születésnapom, a kisfiú születésnapja most lett volna öt éves, és pont egy nappal rá, tehát egy ilyen sorsszerű, vagy nem is tudom, ilyen végasztaló kis angyalak érkezett, hogy, 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 gyógyítsa a sebeinket, amire nagyon örülünk, és nagyon hálásak vagyunk, de teljesen magunk alatt voltam, voltunk. Nem, nem, nem tudom, hogy van-e ilyen, mert annyi, annyi sok barátom, van, bármikor számíthatok rá, viszont én is teszek ugyanúgy ők is rám, és nem tudom, én szerint, szerintem teljesen rendben volt. Nyilván, amikor ez jött ez a sok, és aznap este volt, és ha megérkeztem, ugye messziről utaztam, és megérkeztem, akkor mindenki ott volt. Ha, még olyanok is, akikről nem is gondoltam volna. És én van akkor lelkesedés, sokan, sok üzenetet kaptam, hogy bármiben kell segítsek, de ez fel is nem is olyan diplomatikus, nem is annyira udvariasság, de ez ilyen, jön az ember, van egy késztetés, hogy, hogy, biztosíthassa, támogathassa a, a, gyászoló barátját, testvérét, hogy igen, bármikor számíthat rám, de nyilván nem, nem kellett éjek ezzel. Ilyen érdekes Ugye, szocializációs különbség. Az ember gondolja, meg tudja, hogy a romáknál, mint ahogy az olaszoknál, és a törököknél is, ha baj van, akkor oda sereglenek. És a jelenlétükkel valahogy Együtt, támogatják, igen. vigasztalják. Talán azt is gondolják, mi legyen minél nagyobb zaj, minél nagyobb forgatag, mindenki beszéljen, hát, hát ha föloldódik, akkor. Mi meg egy ilyen katolikus, úri család voltunk, félig osztrákok, nálunk meg épp ellenkezőleg, ha baj történt, akkor a csend, a bezárkózás, akkor ne zavarjuk szegényt, hagyjuk egyedül. Viszont ez kibeszéletlenségekkel jár. Igen. Igen, kétségtelen. Igen, lehet, hogy az az egészség. Meg sebekkel, meg, meg, igen, nagy sebekkel jár ez. Én tudom, mert az én apósom, a Körtvési Zsolt, ő grófi családból származik, és az egész végig birtok, birtokaik voltak, rengeteg. Nagyon van, és tudom, hogy milyen, a kimértség, meg milyen ez a problémák efféle kezelése, ezzel szemben én az extrovertált, a mindent kibeszélő, az azonnal akaró, az azonnal együttérző, és mint egy pitbull kutya megy a másikért, és nagyon jól mondtad, hogy csak a jelenlétükkel. Gesztesi hívott még a karcsi. Csak azt, ne beszéljünk, csak hallgassunk ő is ő is ilyen félig roma volt, és csak, az, csak hallgassuk, nem, nem mondj semmit, és hallgatok 5-10 percen keresztül, és akik ott voltak, Azért az Mágazolitól elkezdve, boldog, a német Sándor jött el a, a gyülekezetnek a, a, vezetője, ott seg imádkozott, de nem azt mondta, mert tud, tudjátok, a keresztények nagyon megünnepeljük, hogyha valaki eltávozik, de nem, hogy év, nem, hogy négy éves gyereknél ja, ünneplünk. Ugye úgy ezt mindenki tragédiaként érte meg. De jött és, és vigasztalt, és, és, és imádkoztunk minden, de közben a szív leszakadt, hát ezt nem is lehetett másképp. És te ugye az a típus voltál, amennyire figyeltelek, aki, ha már a kibeszélésről beszélünk, hogy te úgy dolgoztad fel ezt a traumát, hogy beszéltél róla. Én tudok olyan művészről, aki tudomásom szerint a legjobb barátjával sem hajlandó beszélni arról, hogy ő elvesztette a gyerekét. Én, 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 mindig azt tanultam, meg hallottam, hogy, hogy mindenről beszélni kell, és ha megbeszéljük, akkor jó helyre, ha jó helyre tettük a dolgokat, akkor majd az idő lesz, hogy gyógyír. Úgy nem lesz az idő, hogy gyógyír, hogy csöndbe vagyunk, uh -huh. és hagyjuk búrjázni a dolgokat, mint egy harag, vagy mint egy ki nem mondott szó. Én tudom, mert láttam, hogy mennyi betegséget okozott, okoztak embereknek ki nem mondott szavak, és milyen szövődményei vannak. Nem csak mentálisan, hanem fizikailag is. Milyen gyomorbetegséget, milyen minden stressz miket okoz. Hát én nem fog megbolondulni, nem fog belehalni. Egyszer élek, van fiam, van most már kislányom, akit fel kell neveljek. Ez adott erőt egyébként akkor, amikor Előtte is ilyen voltam, nagyon hálás voltam, és nagyon beszédes voltam. Úgy értem, hogy, 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 hogy nem törhetek össze, hogy ott vannak a gyerekek, vagy ott vannak. Hát közben az belehaltam a... azért. Csak közben mutattam, sokszor mutattam, hogy kemény, és közben haltam meg. De Ez de egy gyerek volt? Nem. Nem, nem, ő volt a kisebbik, van egy bátyja, aki 7 éves most. 7 éves, és ő végignézte, és azonnal mellettem volt. Hát ott kell mellettem, most kérdezte, hogy hol a, mikor jön ki a kórházba, és nem mondhattuk, hogy már nem jön ki a kórházból. És, és fogtam, és, és csöndbe kellett lenni mindenkivel körülöttünk, hogy nem mondják, hogy mi van. Gyor, bújt belém, hogy próbáltam elaltatni. Tudod, éjfélkor, éjfél, éjfél egy. Aztán egy idő után képzelem, hogy nálunk ez szokás ez a, a úgy hívják, hogy vírasztás, meg összejárnak tényleg mindenki. És a negyedik napon belefáradtam, mert átment akaratlanul is, és minden tiszteletem azok, akik jöttek is, tiszteletezik. De láttam a család, hogy átment, hogy mindig azon aggódtak, mit főzünk, minden, hogy átment egy vendéglátás egy idő után. Félértés ne essék. Ja, alkohol nem volt. de mindenki hozott alkoholt, mert így illik romáknál de az öreg cigánynak elment, és tudják a nótáját, isznak egy italt, vagy eljátszák a dalát, öreg, akinek tudják az egész, nem egy öt éves gyereknél. Tehát a tiszteletből hozták a tradíció szerint, ott volt alkohol, senki nem nyúlt. Csak láttam, hogy, az, hogy mindig éjfélig ott voltunk föl, minden... nagyon jól esett az együttérzés, de a negyedik, harmadik naptól a temetésig temetési kellett volna menjen. De a harmadik naptól mondtuk, hogy ne arra, ugye, nem bírom, nem bírom tovább a ezt éjfélig. Nagyon szépen közös, mindenki jött. És utána még halott torsa, olyan rossz lett volna, tudod, utána. És a nagyobbik elélt, csak oda kellett állni, egyszer, és azt mondani, hogy most már nem jön több. Igen, és ezt is ilyen szakirodalmi gyászterepe utával karöltve, hogy milyen hasonlatokkal, metaforákkal meséljek, a szél volt az egyik, amit el kell mondani, hogy látod, nem látod, de itt van, érzed. Na, így ehhez, eb ezen az úton kellett elmondjam, hogy elmúlt, de itt van, velünk van. Az egyik metafora, a szeles kis mese volt, meséket kellett mondani de lementünk vidékre, nem van 94 éves, 11 gyereket szült de úgyhogy a roma részre elég aktív volt mindenki, és óriási család van, és lementünk oda, is, na ott rehabilitálódtunk. Nulla telefon, megtanultottam a gyereket biciklizó, ott ott ez egy gyógyír volt nekünk, és egy, egy, kis falu, egy tök cuki falu, Jánk majd is a neve, Szabolcszatán emberek megyébe, és ott ott olvasgattam, és ott álltam oda így. És hát jaj, hát borzasztó pillanatok voltak. De, de igen, de nagyon jó volt a jelenléte mindenkinek, és visszatérve az, ele, az eredeti kérdésedre, hogy, hogy nem, minden, mindenkire nagyon büszke vagyok, aki mindenki, mindenki helytált. Ti mesterségetekbe, ez borzasztó, hogy akármi történik, színpadra kell állni. Ja, nem álltam. Nem álltam? Már... halál után álltam, itt nem tudtam. Itt dobtam, dobtam. Mindent. Mennyi ideig nem tudtál színpadra állni? Kettő hónapig. És amikor először kellett menni, Hú, akkor... rossz volt. Rossz volt. Meg kell tanuljak. Bizonyos lassú daloknál, olyan szövegvilágok voltak, a, a most mosolyog rám, meg ilyenek, vagy az én legkedvenc csillagom, legféltettebb csillagom, és közben romantikus dal, de nem tudtál nem oda szociálni, nem tudtál nem oda gondolni, és ahhoz megcsuklott hangom, és akkor leállítottam a technikus a következő számot. És akkor tudatosan egy nagy pörgőset húztam, egy nagy energikusat, ami, 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 a testmozgásra minden el, 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 el mentálisan is onnan. Az elején aztán megtanultam énekelni. Megtanultam levegőt venni azoknál a soroknál, és, és be, be uh, azt. Csak a hangommal, garatommal, de be Igen, Melyen. a technikát kidolgoztam erre. Azóta már tudom. Még egy Szerintem. dolgot mondj meg nekem ezzel kapcsolatban, aztán lezárjuk ezt a témát. A tudomásom szerint te milyen vallásos vagy. Egy vallásos ember egy ilyet. Uh... A vallásos az bizit nekem olyan dogmatikus, inkább azt mondom, hogy hívő, vagy hívő. próbálok hívő, vagy próbálok az Isten útját járni, vagy csak próbálkozom, inkább azt mondom, fontos nekem a Isten, és fontos nekem a hitem, és fontos ezáltal a hála. Én ezt mondom, de hogy a vallás... ezt hova teszi a szívébe az ember, amikor hisz egy fejjebb valóba, valóban, hogy ez, 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 ez miért történt így? Hát először, először miértek vannak, aztán okol, de hát ezek a gyásznak a fázisai. Ugye először miértek, aztán okolás, a vád, vád van, aztán szépen lassan idővel ez megnyugszik. Hát nyilván már az első órában azt kaptam, hogy, hogy mondom, Sándor, mon, mon, mon. Hol van a gyerek? Hol van? Hogyha, mi az élet? Az élet nagy kérdését tettem fel egy perc alatt. német Sándor. Német Sándor lelkész urat mondom. Azt mondta, nincs olyan, hogy ne legyen egy három éves kisgyerek az Isten mellett. Nem létezik olyan. És azt mondta, hogy lesz feltámadás. Azt mondta, ha nem lesz feltámadás, azt mondta, az egész Biblia, amire alapszik, az egész Biblia, ki lehet dobni az egész, ki lehet dobni, azt mondja. Arról szól az egész. Tehát értette a mélységemet, és nagyon egyszerűen úgy, ahogy kellett, a, úgy meg is válaszolta. És onnantól kezdve a, a, a vád, vád, vádaskodó vagy okoló érzésem alább hagyott. Sőt, imádkoztam is velük. Ilyeneket kérdeztem, hogy lát minket, látja, hogy itt van, látja, hogy szeret, tudod, ilyen, fú, kemény. Kemény kérdéseket, szóval, ez biztos, hogy... Hát ugye a van a fázisai, egy három éves kisgyerek elvesztésénél még, még, felfoghatatlan, nem is tudom mennyi idő lesz. Szóval De nem fog a hited. Mm, nem. 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 Hát borzasztó hála van a szívembe így is. Mindenért, ami van, előtt, és mindenért volt, állás voltam. amivel mondtak egy-két mondtak egy-két bibliai e e karaktert, Dávid királyt, aki imádkozott, imádkozott az uráért, mint hogy én is csak én három órán keresztül hogy tartsák életbe, míg jöttem az autóba a hazafelé a sofőre, És mondta, hogy ő is imádkozott heteket, hónapokat. És amikor megtörtént a tragédia, elment, közölték a szolgái Dávid kinek, hogy elment, és annyit mondott, hogy csomagoljátok össze a holmiait, tuzsait, tömösítkáljátóságba. És abban a pillanatban lezárt, és az élőkre, a többivel foglalkozott. És ez egyfajta, nekem is ez is egy klik volt, hogy igen, elment, és én is imádkoztam, könyörögtem, zokogtam, sírtam, elájuttam minden érte, de, de, de ha nem fogom elengedni, bele fog bolondulni. Tehát biztos, hogy bele fog bolondulni. És vannak emberek, akik mai napig nem tudnak feldolgozni gyász, és ennek élnek, és az egész életük borús, és szerencsétlen. Mm. És, és nekem annyi gyönyörű szerettem van körülöttem, akire felelős is vagyok, meg, meg, meg akik csodálatos emberek körülöttem. Úgyhogy úgy, én nekem a hál az, az, az nagyon fontos. Ilyen szem, ezért bocsáss meg, hogy kivitottanak, hogy vallásos. Nekem az mindig a dogmatikus, az ostya, a, a, a materiális dolg, nekem az mindig a vallás. Inkább az, hogy hívő, meg a hét inkább spirituálisabban. Közvetlenül a kapcsolatod Istennel. Igen, én azt gondolom, igen, igen. Hát te is beszélgetsz Istennel, ugye? Neked is van egy sajátos párt. Igen, beszélnek. igen, igen, igen. Hát én nagyon katolikus nevelettetést kaptam, mert minisztráltam a... is, uh, sráckoromban hárman voltunk, fivérek, én voltam a legkisebb. <hül> mentünk minisztrálni. Aztán hogy 15 abba maradt, úgy 15-18 éves korodban abba, ez abban maradt, tudtunk igen. Azt igen. lehet tudni, hogy miért? Miért távolodtatok el? Hát a nagymama meghalt. A, ő tartotta egybe a, a családot és a, az ünnepeket, a gyakorlatot, hát valahogy ő, ő dirigálta, ő mondta meg, hogy most mit kell csinálni, most bőtölni kell, nem kell bőtölni. És hát emiatt is a bátyáim már felnőttek, kiröpültek, de, hát, valahogy is ilyenkor az ember azért sokszor megváltozik a maszkorba. <kül> igen, igen, igen. Meg azért a melegséget kezdtem magamba érezni, kezdtem azért billegni, hogy most hogy lesz az én életem. Ja, értem, De, tehát nem tudod összeegyeztetni ezt mondjuk a vallással? Ez igen, így is mondhatod, igen, ez igen. Ez egy óriási kérdés. Ez, ez egy óriási kérdés. Én úgy szerettem gyónni, járni, és az a katolikus vallásnak, egy, ha tetszik, egy jó velejárója, hogyha egy értelmes pappal kerül az ember szembe, akkor az jó lesik. Hát tulajdonképpen ez egy lelkiismeret vizsgálat, ő aztán, ha föltesz egy-két jó kérdést, az jó, hanem az is jó. A lényeg az, hogy odafele menet, meg hazafele menet, én elgondolkozok azon, hogy mit, mit is mond, mit hozok én, és miért, és mit csináltam a héten, vagy a hónapban. De hát akkor elkezdtem belezugni is srácokba, és éreztem, hogy ezzel én nem tudok előhozakodni, és ezért inkább nem mentem. Nem volt ez talán ennyire tudatos, amúgy is valahogy az élet zajosabb lett. Könnyű volt azt mondani, hogy jó, hát most már nagymamával együtt akkor ezt adjuk ezt a dolgot. De és mikor tértél vissza? Soha nem tudtam elmenni úgy a templom előtt, hogy ne érezzem, hogy én most nem megyek be. Uh -huh. Ugye érted? Nyomás volt? Persze, a nyomásod, persze, volt a pici igen, nyomásod, igen, igen, igen. Nem, nem úgy, mint el, el, érted. A patyolat előtt elmentem, akkor nem éreztem, hogy nekem most bemenjek, nem menjek. Hát itt igen. Mikor tértél vissza? Tehát mikor mentél be? Hát akkor már voltam, egy jó, voltam 27, ilyesmi, igen. De akkor. De addigra neked már ez leülepedett a lelked? Igen, igen, igen. Tehát akkor ez már volt a kulcs. Akkor már nyilvánvaló volt, hogy meleg vagyok, és akkor azt mondtam, hogy uram, már hát most vagy kellek így, vagy nem kellek, hát majd te megmondod. Hát igen. Nem, mintha nyilatkozott volna azért olyan egyértelműen azóta se, de én legalábbis magamban É, így gondolom. Hogy... És azt egyébként, hogy csinálja egy hívő meleg ember? Ez hogy egyezteti össze, amikor olyan dolgokat is hall, mondjuk nem is olyan rég katolikus pap ezt egy betektorz életformának minősítette az egyik televízióba, és buzizászlóról beszélt élőadásban. Akkor, akkor, hogy rendezette ezt el? Nem azonosítok én ostoba, vagy, vagy gonosz embereket, a, a, hát egyrészt nem a katolikus egyházzal, másrészt nem az Istennel. Hát azért ezt ne keverjük össze, hát mindig voltak méltatlan papok, és akár... Ő úgy gondolod, hogy az? Hát igen, hát persze hát ostobasságokat nem kell beszélni, mikor ezek szerint szemmel a dolog nem tudja, hogy mi hogy élünk. Egyébként te képes lennél egy ilyen emberrel, aki nagyon-nagyon más gondol a te életformádról leülni, adott esetben meggyőzni őt? Nem nagyon remélem, én ezt nem hiszem. Nem hiszem. Hát ha egyszer nagyon úgy gondolja, hát akkor hmm. úgy gondolja. A Bibliából szoktak idézgetni, hogy bűn férfinek férfivel, hát együtt állni, de hát... Igen. Szebb, e, szebb hívja, ha jól emlékszem, nem? Ezt, ezt a kifejezés aztán. Az a szent pál, én most az óta mert gondoltam, ahol a, a, hát a múzesi törvényekben is fel van sorolva. Igen, de az is ott van például, hogy jó snőt ne hagyj életben és én nem látom, hogy bárki gyilkos szándékkal üldöznék a jósnőket, mikor pedig az is benne van a Bibliában. Tehát azt kell azért sajnos gondolnom, hogy mivel ebbe olyan szex dolog van ebbe a melegségben, lásd homoszexualitás, ezért ez sokkal izgibb, érted? Hát a jósnőket kit érdekel, pedig oda van írva, vagy a jósnőket... hát, hogy a keresztesek egy pár száz évig a jósnőket is. Ahogy. Hát <laughs> igen, elmondom. igen, de valahogy ki tudja hány dédmamámat üldözték itt a romai jósnőket, mi? Hát Ó, igen, tudjuk? pardon, itt egy érzékenységben nyúltam Nem, bele. Nem, nyújtam érzékenységben, csak gondoltam le, lecsapom igen, lecsapom ezért ő, őket is üldözték. Igen, igen. Tehát a, a, a katolikus egyháznak is van egy nagyon emberi arca, amelyik azt mondja, hogy hát jó, fiúk, hát csak, csak ízléssel, csak emberileg, csak csöndesen, csak De neked mondjuk, csináljátok. A jó Istenen való kapcsolatot tekintetében ez ma már nem okoz semmifajta Kétséget, kérdést? Hát kérdés, azt az kérdéshez az folyton okoz, hogy miért teremtett ilyennek, hogy mit akar ezzel, hogy ez most csak kiszúrás a részéről. Ez kiszúrás szerint? Hát néha úgy fogom föl. Vagy célja, nem tudom, néha úgy gondolom, hogy olyan, mint hogyha valaki, nem tudom én, sántának születik, vagy féllábúnak, tehát valamilyen testi fogyatékossága. Arra is lehet kérdezni, most miért pont én, áll, most miért kellett ezt csinálni velem, miért nem lehetek hát. olyan, mint a többi, Közben meg lehet. De voltál is. olyan, mint a többi. Azért érdekes, mert voltál olyan, mint a többi, Na. nem? Gyönyörű szép két lányod van. Na, igen, de akkor se voltam olyan, mint a többi. De ez Nyugtalan... bizonyos meggyőződésed, Nyugtalan hogy ez az, volt. hogy ez a szexuális von, hogy, hogy, csak ez egy irány lehet, és nem lehet más. De a másik irányban nem is lenné nyitott már? Semmiképpen? Na. 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 Olyan rossz volt az? Nem volt az igazi, nem volt az igazi, nem volt az igazi. Erőlködni kellett, hát mit csináljak. Szóval csinálni kellett, érted? Aha, nem aha. voltam otthon. Nem voltál úgy, Nem, nem. Tudod, milyen volt, mint amikor a nézed a vízipólósokat, és olyan, mint hogy a sekély vízbe áldogálnának és labdáznának, és közben kétségben semmi minnyáján így tapossák a vizet. Na, valahogy így voltam én. Nem lehet, hogy az elvárások voltak olyanok? Vagy az a kapcsolat, a ott volt a klik? A sajátom, és én nagyon szerettem volna családot, meg gyerekeket. És, és, és azt gondoltam, hogy akkor majd elmúlik a, a férfiak iránti vonzalma. Úgyhogy ez folyamatosan volt benne. Igen. Hát nem múlt el. Nem múlt el, hm. de hát jó. Hát sorolod, meg persze, hát a, a gyerekekkel kellett foglalkozni, meg törődni, mire, tehát volt az életem ezzel, ezzel de nem, és aztán egy ponton éreztem, hogy én be fogok csavarodni. Hogyha nem történik. Jó, hogy ezt te annyira lelkesre Tehát olyan szinten már érezted magadba ezt a fajta vívódást? Tehát ez nyomasztott? Hát Milyen igen, erőben? a nyomorba veszélye merült föl tulajdonképp attól, hogy, hogy ki beszéletlen, vagy ki ak. Ki, ki, játszatlan marad, vagy hogy is mondjam, csak, tehát nem csak a beszélés, hanem a csinálás is. És hát abban a pillanatban, amikor elkezdtem pasikkal menni, egyszer csak rájöttem, hogy jó, Istenem, hát persze, hát így igen, így most már nem kell taposni, nem ott van a beton a lábam alatt, és állok, és jobban tudom szeretni az embereket, a gyerekeket, is sokkal nyugodtabb lettem, nem hisztériáztam, elfogadó lettem, és mosolygós és szeretni tudtam mindenkit. Akkor, amikor 18-19 telén beteg lettél, akkor felerősödtek ezek a párbeszédek, vagy ezek a fohászok? Igen, 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 igen. Egy csúnya gyomorrákom volt, amiből egy csodálatosan kigyógyítottak. De hát akkor. Igen, hát akkor bizony úgy nézett ki, hogy na jó, hát akkor ennyi volt. Úgy nézett ki. Úgy bizony. Annyira rossz volt akkor abból a perspektívából az életkilátásod? Hát igen, igen. Nem is biztattak az orvosok az orvosok mindig mondják, hogy majd, majd, majd mindent megoldunk, és semmi baj lesz, meg nem tudom micsoda, egy kicsit talán hát hitegettek, de ez így erős, de hát utána megmondták, hogy hát ez egy nagy műtét volt, ami vagy sikerül, vagy nem. nem így mondtak, tízből nyolc szokott sikerülni, kettő nem. az egy jó arány tulajdonképpen. Hát csak mindig van két ember, akinek nem sikerül. Hát bizony van, igen. Meg, meg hát a... Szóval éreztem én, hogy ez rezgett a léc. Na. Ilyenkor mivel vett számot az ember? Múltjával, a jövőjével, az elvégzendő feladatokkal? Igen, igen, elvégzendő feladatok. Mi marad félbe? Kezdve azon, hogy a hűtőszekrénybe valaki, akkor már dobálja ki a megromló ételeket, mert milyen dolog az, hogy ott marad utána... Üm odáig, hogy most akkor ki fog hogy egy tankönyvet fogok írni, akkor most az, mi lesz, az ki fogja megírni. Meg hát ott van az élettársam Márk, aki nálam jóval fiatalabb. Ö, jó, hát ő, ő persze tudja, hogy előbb-utóbb én fogok meghalni. Isten hogy fordítva legyen. Hát ő 28 éve fiatalabb nálam, hát az a rendje, hogy ő el engem, és ne én a fiatalabbat, mint tudjuk, annál nincs szörnyű. De hát azért csak, csak elkezdte, hogy én, mit, mit hogy én ilyet nem tehetek ő vele, meg nem tudom is, de mondom, hogy a felé, hát erről volt szó, szóval én megmondtam az első rendezvún, hogy nekem ne rúgdald a sírkövemet. Akkor persze Fülik szerelmesen azt mondta, hogy ó, de hogy, hát persze, persze. Ilyet mondtál az első rendezvún? Ezt mondtam az első rendezvún, hát egy nálam 28 éve fiatal fiúnak mit mondjak, hát. Gondoltam, hát nem árulok én zsákba macskát, tehát de sem nézd meg, hogy ki hány éves. És ezt most is mondtam neki. Azt mondtam, most meg ne hajj nekem, mert én megyek, és akkor hát rugok a sírkövetbe, hogy beletörik a nagy lábujam. Ezt mondta. Na, erre kicsit összeszedtem magam. Hát mondom, ez ilyen hülye, akkor nem lehet itt hagyni, még egyelőre próbálok egy kicsit még maradni. Meg nem tudom. Nem tudom. Erről nem nagyon lehet beszélni. Hát meg igen. Meg Meg, meg, meg. meg. Ó, nagyon. Igen. igen. És olyankor mit kér az ember párbeszédbe a jó Hát, hogy rendesen engedjen el. Én nem azt, kértem, nem azt kértem, hogy hadd maradjak még, mert jó, mégis nem, nem kell foggal körömmel az utolsó pillanatig maradni. Hát 70 elmúltam, el lehet menni, hát van ilyen. Hát. Erre nem lehet azt mondani, hogy szegény, hát milyen korán meghalt. Hanem, hogy valahogy rendesen engedjen el. Nem tudom, hogy ne, ne zűrösen, ne felemásan, ne, ne piszkosan, nem tudom. Milyen lenne az a rendes? Engedjen megmosakodni valahogy, és, és úgy elmenni valahogy, magamba lezárni, vagy akivel még volt vitám, akár csak magamban, most nem az, hogy mindenkit oda hívni a és azt mondani, hogy bocsássunk meg egymásnak, mint a régi színdarabokba, vagy, vagy könyvekbe, de hogy... Na, igen. Ez a rendes, így érted. Azt hittem, hogy arra gondolsz, hogy azért mára írja azt, hogy ő nem a haláltól fél, hanem a meghalástól. Tehát, hogy az méltó legyen, az ne legyen méltatlan. Ja, úgy, hogy ne, ne, jó, hát igen, 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 értem, hogy ne összeszarva már, bocsánat, vagy ilyesmi, de hát az kevésbé érdekes, nem tudom. Ér, igen, a, a legrosszabb az persze, hogyha lassan meg minden, de az esetemben ez a veszély nem állt fönt, mert tudtam, hogy most vagy, vagy most, vagy, vagy most akkor kapok még haladékot, hát kaptam haladékot, a, attól még megtörtént az, ami az, amitől a márai fél, hogy az ember lassan elhűjül például, meg Alzheimer, meg hát ezek az igazán vagy lebénul, és akkor évekig nem tud az ágyból fölkelni, hát attól az Isten mentsen. De most már rendben vagy? Túl hát vagy a betegsége? Így van. Igen. Úgyhogy most majd jöhet az Alzheimer. Nem jön, nem jön. Mm, jó, meg fogom mondani, hogy a Kadarkai megmondta a Rádió stúdiójában, hogy nem jön. Laci, te akkor mitől féltél, és mitől nem féltél, amikor tizenvalahány évesen úgy gondoltad, hogy te kimész Kanadába, és egy magad szerencsét próbálsz. Mert azért ahhoz, én nem is tudom, mi kell félelemérzet nélküliség, vagánság, merészség, hogy ez felelőtlensége, nem tudom, de ehhez azért kell valami... Kurázsi. Kurázsi. Így, így, ahogy volt. Félelem nélküliség, kalandvágy, kihívás magamnak. Voltak rokonok oda, Egy hamaron volt ki, aki már kiment menekültként, politikai menekültként akkor. De mikor a repülőből kiszálltál, azért akkor tudtad, hogy milyen utca hány számba kell menned? Uh -uh. Nem, Mind politikai menekült. Kaptam egy ilyen shelter címet, ah. az dorad, üdvözlünk Kanadában. Ah. Volt ez a 18-eset. Uh -huh. na, én imádtam. Én imádtam minden percét, az, hogy ünnepelt emberként ott az első héten ilyen hagymaföldekbe, kolumbiai menekültekkel dugdostam a hagymákat, nekem az baromi egy kaland volt. De nem volt a fekete vonat sikere után neked ez időnként méltatlan? Én imádtam. Én, akartam, én, én nem akartam az, a, a, az, egykori sikereink árnyékában, nem tudom, ö, ö, díszelegni vagy fürdőzgetni. Én akartam többet tapasztalni, mind nyelvtamon, mint, mint életben, mint szélzben, mint marketingben, tudtam, hogy 18 is, és tovább akarok menni. Nem akartam, meg nem akartam egy lenni a három közül, és csak egy ilyen, ilyen nem tudom, ilyen sikertöredékéből, nem tudom úgy, 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 úgy bó, bó, simogatgatni ezeket. Kicsit Hány o... éves voltál, amikor kimentél? Én, én 18 és there. 15-18-as volt egy együttesünk, fekete van. Tök jó dolgokat csinált, ilyen ösztön együttes volt, tök jó Igen. dolgokat csináltunk. És utána én akartam tanulni tovább, és oda mentem ki. És tényleg sok mindenkinek segítettem, az angol tudásomnak mindent, intéztem hiteleket, szociális segélyeket, a rászorulóknak, like, inzulin adagot, mindenféle dolgot. De voltam, mondom, szólólapos két hétig voltam a Greenhouse-ban csak, miatt az hogy agyba föld volt, de viszont baromra egy kaland volt. Én ezt nagyon szerettem, mert igenis, hogy kellett ez a jó kis pofon, azért, na, akkor ez a valóság. És nagyon-nagyon tetszett, hogy onnan fölállni. Utána már én vállalkoztam, 20 centet ráraktam óráként azoknak, akiket én hoztam. Szóval nekem jó volt, ez egy ilyen óriási tananyag volt, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ezt csináltam. Jól gondolom, hogy egy kicsit arra is kíváncsi voltál, hogy kvázi a burokból, amit a sztárság, az ünnepeltség jelent, megméretted saját magad, hogy mire jutok a világ másik végén egymagamba. 200, dollár a így 200 dollárra zsebembe. 200 dollárra Így tök. van, így van. És nagy önbizalom fröccs volt úgy visszajönni, hogy helyt álltál? Igen. Mennyi ideig voltál? Másfél évet. És ah. dobtam a, a kint a nyilván bérelt lakás, meg volt egy két autóm, hát azok olcsó, nagyon olcsó autók voltak, de imádtam meg kedilek, meg ilyen pontiák. És jött egy sugallat így augusztus végén, 2001. augusztus végén, és akkor már menhettem be voltam. Annyit, annyit álmodtam a király utcára, meg a lövöldetéről, ahol felnőttem, meg ahol születtem, és ahogy a el ott kocsikázok két nap alatt minden papírt elintéztem, és hazajöttem. Te úgy gondoltad, oh, jó, ha volt. hogyha visszajössz, Igen. akkor Ele Junior ugyanott folytatja, ahol abba hagyta? Tehát, hogy téged újra fölkap a pop biznisz, a közönség tódulni fog rád, vagy számoltál te azzal, hogy a nulláról fogod kezdeni? Mínuszból. Kezd. De Igen. miért mínuszból? Miért nem nulláról Azért, az? mert voltak itt bizonyos még mégpedig, hogy sikeregyüttesből kiszállni és szólóadóként kezdeni lehetetlen, ha csak nem hívják úgy, hogy Kovács Ákosban, azon mindig őt hallottam. Jogja, igen, együtt, semmi bajom az Ákos, de már má, má utáltam a nevét hallani, hogy csak ő, csak ő, csak ő. És Lakatos Robival Isten nyugodta, hogy tavaly halt meg ő és a producerem, és az ő feleségével száva, ritával ketten mentünk, házaltunk kiadóknál, mindenki ezt, hogy nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. És akkor ők csináltak egy kiadót, a Kis Szabó Gáborról, az első lett együttes basszusgitárosával és a producerével, így csináltak egy, egy Skyforce nevű kiadót, Pierróval együtt, és akkor kiadták az első albumot, ami, ami, ami mindent, mindent vitt. De Mint volt olyan lesz. menet közben, amikor te már azt gondoltad, hogy a büdös életben ebből nem lesz semmi. Kár volt, kimennem. Nem várnak mm. itt tárt karokkal, és el kell engednem a ja, Nem, nem, nem. Én nagyon boldog voltam itthon, és tudtam azt, hogy zenei differenciák lesznek a 30-40-50 éve ott ülő emberek, azok baromi nem tudják, hogy mi van ki nyugaton, meg hogy, hogy kell ezt interpretálni, hogyan kell fogalma, hogy kell ezt előadni. Hát én nagy akartam behozni, nagy show műsort, nagy tánc, én, én teljesen más szemléletet kaptam kintről is, meg amúgy is. Hát akkor már pislák volt az internet Magyarországon, és akkor már volt internet. No, ha már abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy olyan emberrel ülünk itt, aki nyelvész, és azért a nyelvi dolgokhoz ért, idézel pár sort. Én itt kiedzetehettem. bármelyik Bármelyik dalszövegedből, csak kíváncsi vagyok, hogy Ádám mit szól hozzá. Ami ön, de, akár de milyen egy... nyelvből? a magyarból. Csak hogy nyelvileg ő hogy, hogy gondolja, akár a ragamofimból, bármelyikből én kinyomtattam párat. Jó, hát ez egy, ez egy 20 évvel ezelőtti szöveg, de jó, ja, hát ez is. Ne, nem tudom. Ebből prózodóileg olvassam fel? Uh -huh. olvassam fel? fel? igen. Mondjuk egy kacsa. Amelyiket gondolod, hogy amennyit gondolsz? Hát ez furcsa lesz, de jó. Mert <laughs> <laughs> ez egy dal, furcsa felolvasni. Apózsó mondta, hogy egyszer megcsinálja egy versekből, de mondtam, hogy, mond, mondtam hogy, ne. <laughs> de jó. Szerelmes lennék, beléd nagyon drága. Ó, egész éjjel át egy francia ágyban. Másnap hajnalban bye-bye-t mondanánk, de legalább lenne egy jó éjszakánk. Szerelmes lennék, beléd nagyon drága, egész éjjel át egy francia ágyban. Másnap hajnalban bye-bye-t mondanánk, de visszatérek majd még én hozzád. Ennyire, no Na, hát Ádám, mit szólsz hozzá? Igazán szépen kifejezően mondtad. A érdekes, hogy beletetted az írott szövegre jellemző ágyban végződést, holott a rím nem kívánja, és inkább a fesztelen ágyba, ugye? formát hallaná az ember szívesebben. Hogy volt az első két sor? Mondjad még egyszer? Szerelmes lennék, beléd nagyon drága, Igen. egész éjjel át, egy francia ágyban. Ugye nyilván jobban Igen. jönnek ki, hogy egy francia ágyba de drága, egy Jobban, francia ágyban. De nem engedhettem meg magamnak, hogy ne legyen tökéletes gyermek, nem mertem ezt lenni. Mert emberrel állsz szemben, oh, ugye? Az igaz, de, de ki kell mondja, vagy apostrof, tehettem volna egy apostrofot a végén, igazad, igazad van abszolút. Hiszen ez de, teljesen elfogadott. Igen, így. de énekel, ilyen, szerelmes beléd nagyon drága, ó, egész ilyen át egy francia ágyban. Kell a végén, mm, kell egy pici, mm, a vibrát és mm, egy pici Aha. kell a végén, mert jó, úgy hát egész. Ami, ha akarom, hallom, ha akarom, nem hallom azt az ennet ott a végén. Há, igen, jó, igen, hát igen. én meg ott a fülesbe, amikor <laughs> felvettem, hallottam, és <laughs> mondtam, na, hogy nehezzel kötek így is azt azt mondták, hogy bye bye mondanák, azt hitte valaki, hogy egy ilyen súlyos feltételes mond egy szám egyes szemét követtem el, pedig az ott nálunk több egyes a is, feltételes. Az is belefér, mond. hát gondol meg az amerikai feketék, ugyanúgy a saját, sokkal vulgárisabb kifejezés módjait használják. De az itthon nagyon ciki lett volna. Nekem nagyon ciki lett. Én nagyon figyeltem már, hogy azért a magyar gyönyörű nyelvünk is megmaradjon. Van egy szép, a mint a csillag az éjszakában, mint újszülött az ő anyjához, hozzátartozom. Rózsa sincsen, tövis nélkül, én, én sem mondnék nálad nélkül. Nem, nem, a, ilyen régi nálad nélkül ilyen kifejezéseket használok. Picit ilyen ó, irodal. Azt kellett volna mert ez jó, le az utca lenget, amit próbál ki helyesen. Nem, pont az én vannak Van, és egy ezt az, az utóbbi? Igen, nagyon igen. Szép. Igen, vannak szebbek. Ádám, te De van ér... olyan, hogy te Slendriánul fogalmazol? Hát, hogy nem volna már írásban, nem, hát ott igyekszem nagyon pont. hát beszédben, persze, hát. Ja, bocsán, bocsánat, elnézést, ne haragudj, hát. még egy dolog, hogy am, amit mondasz, hogy nagyon jó pofa dolog, ez egy humoros dolog, és kette hárman csinálták, volt egy együttesi egy paródia, volt Füsti az a neve, bebújtak én a és ők csinálták, az, jó van ma, má, már van, meg ezeket, Igen. meg volt olyan gyirigy, honnan mirigy. És nekem egy gyenge a paródia Igen. volt ebből. Tehát Igen. nem volt hiteles. Igen. Tehát volt, értem, hogy jó elgondolás, de sajnos a kivitelezésben nem így jött le. Igen. Sajnos nem így jött Igen. le. Te káromkodni például szoktál? Ó, jaj, nagyon, 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 nagyon jó lesik néha. Szépen. jól esik Igen, Szépen. Igen, jó jól esik? Igen, esik. Jön egészen cifrákat is? A egészen cifrákat is, bizony. Mennyire szűk körben? Hát elég szűk körben. Elég hát szűkre. Persze, hát nem a katedráról. Hát ha így. most itt nem akarod megkérni Nem, vagyok, nem, kérlek, nem fogom. Nem az, <laughs> az igaz, hogy például annyira fegyelmezett vagy, vagy a határidőket illetően, hogy van olyan színház, amikor drámát fordít az, hogy napra pontosan megmondod, hogy milyen fázisban leszelép, és azt. Mi pontosan eltalálod? Hát köszönöm, hogy így így be engem a hmm. hallgatóság előtt. Jó, hát igyekszem többnyire. Jó, hát a színházzal nem lehet vacakolni, hát érted? Annak meg kell lenni a premiernek, hát arra kész kell. A premier nem is érdekes, az olvasó próba érdekes, ugye, mert ott a, a színészek ott, ma ott, ott ma kell, kell legyen. Ott, igen. De ez azt jelenti, hogy te egy vélemény szigorú rendtartás szerint éled az életed, hogy ezt meg kellett tanulni? Ezt meg kellett tanulni és ettől még én azt ne tud meg, és senkinek nem mondom meg, amit most megmondok mindenkinek, hogy ezt a szigorú rendtartást, ezt nagyon rendetlenül tartom be, tehát néha nem fekszem le éjszaka, akkor úgy csinálom, akkor egész nap alszom. Nagyon korán kell. Akkor nagyon korán kelek, de tény, hogy kockás papír ki van ragasztva általában a konyhába, és azon ilyen strigulákat húzok, hogy meddig jutottam el, és meddig kellene eljutni. Van, aki motivál a határidő, igen, az nem. a legjobb múzsa. Igen, 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 ó, igen. De nagy elcsúszásai voltak korábban? Hát bizony voltak. Az bizony. Azért premier nem maradt el miattad. Hát premier nem maradt el miattam, de mikor az Iván meghalt például, akkor volt egy éppen egy fordításon dolgoztam, és hát akkor nem, nem képtelen voltam rendesen, rendesen tovább dolgozni. Jó, az érthető, de slendriánság miatt, vagy hanyagság miatt nem, nem történt. Nem nem, 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 nem. Szeretek dolgozni. Én nagyon élveztem, két látszólag nagyon különböző ember, de ez a műsornak az egyik filozófiája. Szerintem nagyon egymásra találtatok, és örülök, hogy én ezt láthattam, hallhattam. Köszönöm. Veled együtt köszönjük szépen.